Na, hellótok! Bujék! Gondoltam, megosztom itt az 2020 utolsó óráit, amikor Tristannal itthon hát bulizgatunk, néha kirohanunk a tengerpartra, megnézzük a Stavangerban, innen teljesen látszik, hogy lövik a rakétákat, milyen izgé, meg ugye itt is lőnek, mint az állat. Meg közben tök vicces, hogy tényleg holnap megyünk arra a kurva tesztre. Egyébként a Trisztánnak semmi bajon nincs, de én meg ma teljesen ezt érzem, hogy valami vírus baszogatja a testemet, úgyhogy szerintem ez a Covid lesz. Hát, állunk elébe. Ja, de úgy azt akartam elmesélni, igen, mert így egyszerű. Mert pont erről írtam pár napja a kis naplomba. Éves összefoglalót, hogy mi az, amiket átvihetek a következő évre. Mert azt érzem, hogy ez az év abszolút ilyen, tök nagy ilyen felébredés volt, vagy mi ez? Hogy van azért egy csomó dolog, ami szerencsére így bejött az életembe erősen, és az egyik az az, hogy bízom az univerzumban, mert vigyáz ránk. És ez egy ilyen tök érdekes dolog, mert ez összefügg azzal, amit szintén pont a szakítás előtt kezdtem el utána járni, ami az elengedés művészetéről szólt, hogy go with the flow, hogy egyszerűen amikor megléped azt, hogy így hagyod magad és viszed magad az áramlattal, akkor jönnek a csodák, és ez bejött. Tehát innentől kezdve, hogy megléptem azt a lépést, hogy elhúztam, onnantól kezdve elég jól működött ez. És ez tényleg, hát persze ez nem olyan egyszerű, meg nem mindig, de gondolom ez így szép lassan be fog épülni. Meg még van egy-két ilyen dolog, ami szintén így rátaláltam idén igazán frankón, a táncolásra, az éneklésre, hogy jobban így kiengedjem a hangomat, a kis sámán dobommal énekelgessek ősi dalokat, hogy pontosan, hogy ezek mikkel, milyen módszerekkel tudom emelni a rezgésemet, magyarán szólva, jobb hangulatúvá varázsolni magamat. Az ilyen igazán frankó meditálásra is idén kaptam rá, meg a manifesztálásra, hogy így megpróbáljam bevonzani, ami kell, meg ami nekem, igen, na most ebben nem megyek bele, meg a női jogára, az, amire januártól majd igyekszem az oktatóként nekiállni. Úgyhogy, meg közben bejött ez a csomó ember az életembe, és rájöttem, hogy ők is olyan, mint már is, mintha ilyen család lenne, és igazából ez így teljesen fasza. Úgyhogy most így ennyi összefoglalva röviden. Kíváncsi vagyok, hogy nektek milyen. Már nálatok is le van fektetve a gyerek mi. Nálam még nem, megígértem neki, hogy éjfélig marad. Na, puszi!